Jó estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét. Az elmúlt héten Észtországban tartották a szokásos EU-s védelmi tanácskozást, melyen részt vett Varga Tamás is, honvédelmi miniszter helyettes. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. És hát egyértelműen a tapasztalatokról szeretném kérdezni, illetve a tematikákról, hogy milyen tematikák kerültek a középpontba. Köszönöm a meghívást, és tisztelettel köszöntöm a nézőket, jó estét kívánok. Mindenfél évben találkoznak az Európai Unió védelmi és külügyi miniszterei három napra, amiből másfél nap a védelmi miniszterek tanácskozása, és a második másfél nap a külügyi miniszterek tanácsa. Észtország a soros elnöke az Európai Uniónak, ezért Tallinnban találkoztak a miniszterek, ahol miniszter úr nevében én képviseltem Magyarországot. Az egyik fő téma, amiről beszélgettünk, az afrikai kontinens helyzete volt. Maliban, Szomáliában és a Közép-afrikai Köztársaságban vesz részt Magyarország Európai Uniós műveletben. Az ENSZ statisztikái azt mutatják, hogy az elkövetkezendő években óriási mértékben növekedni fog az afrikai kontinens lakosainak száma, több 10 millió emberről beszélünk, és már ma is ezek az országok, amiket említettem, de nem csak ezek, instabil, sebezhető országok, amelyek, ha nem stabilak, és nincs politikai és gazdasági rend ott ebben a régióban, ezekben az országokban, akkor sok-sok millió, sok 10 millió ember gondolhatja úgy, hogy hasonlóan a közel-keleti térséghez a jövőben elindul, és bevándorlóként megcélozza Európát, amely egy gazdag, és mégis sebezhető része a világnak ebből a szempontból. Akkor ez újabb kihívásokat jelent majd? Igen, az Európai Unió kicsit rácáfolva az eddigi, hogy mondjam, viselkedésére, eddig mindig követő üzemmódban próbált az események után futni, ugye, ha visszaemlékszünk a két évvel ezelőtti időkre, amikor a migráció, a bevándorlás hullám elérte Európát és Magyarországot, akkor Magyarország volt az egyetlen ország, amely határozottan és világosan kimondta, hogy a határokat meg kell védeni, és meg is tette. Felépült a biztonsági határzár, a jogi határzár és az élőerős határzár, ennek a hármasa védi ma a magyar határt, és nem csak a magyar, hanem ez egy közös schengeni határ, tehát egész Európát védik a magyar katonák és a magyar rendőrök és a jogi, illetve a fizikai határzár. Úgy tűnik, hogy most talán időben ismeri fel az Európai Unió az Európára leselkedő újabb veszélyeket. Itt egyrészt üdvözöltük, hogy a műveleteket, a mali és szomáliai műveletek mandátumát az Európai Unió meghosszabbította. Beszélgettünk arról is, hogy európai hadsereg létrehozása, vagy más európai védelmi együttműködésre szükség van. Igen, mindenki elmondja, hogy de van egy másik védelmi szövetség, ez a NATO, és hogy ne legyenek a NATO-val párhuzamos struktúrák, természetesen nem, de fel kell ismernünk, hogy Európának valamilyen hatékony formában képesnek kell lenni arra, hogy megvédje a saját határait, és nem várhatjuk azt, hogy ezt majd az Egyesült Államok, amely a NATO-nak tagja az Európai Uniónak, nem, majd megteszi helyettünk. Létezik egy harccsoport, amelyet minden évben, minden fél évben felállít az Európai Unió. A visegrádi négyek is már hoztak létre egy ilyen harccsoportot. Ezt még soha senki nem alkalmazta, bevetésre nem került. A katonák nem is egy helyen vannak, hanem mindenki a saját laktanyájában. Ez csak egy együttműködési terv, természetesen gyakorlatokkal és felkészüléssel arra az esetre, hogyha szükség lehet erre. Ez még nem nevezhető természetesen közös európai
európai hadseregnek, de védelmi képességet meg kell teremteni. De egyfajta modell vagy minta lehet, nem? De ebből ki lehet indulni, ebből ki lehet indulni. Természetesen mi is azt mondjuk, hogy a NATO vezetési struktúráját nem kell még egyszer létrehozni, de a képességet igenis létre kell és létre is lehet hozni. És a másik téma, amiről beszélgettünk, részben összefügg ezzel, és részben összefügg a migrációval, hiszen azért van Európa, és azért vagyunk ilyen helyzetben, mert a 2-3 évvel ezelőtti helyzet előtti időben Európa, a világ abban élt, hogy természetesen vannak válsággócok a világban, de itt Európában és Európa közelében ilyenek nincsenek, körülöttünk biztonság van, természetesen, mint Magyarország is, részt veszünk NATO, Európai Uniós ENSZ missziókban, de közvetlen környezetünkben biztonságunkat nem fenyegeti semmi. Több dolog is történt, az egyik a bevándorlás, ami egy egészen újszerű biztonsági kihívást jelentett számunkra, amelyben mi 2 évvel ezelőtt jól döntöttünk, hiszen azt mondtuk, hogy védekezni kell, és meg kell védeni a határokat. A másik pedig az úgynevezett hibrid hadviselés, amelyben katonai és nem katonai eszközök keverednek, és így együtt jelentenek kihívást, támadást adott esetben egy másik ország biztonságának, és ennek a egyik fontos markáns része a kibertámadás, illetve a kibervédelem, amire hát fel kell készülnünk. A NATO-ban is folyt vita arról, hogy ez közös NATO feladat, vagy pedig tagországi feladat ezt a védelmi képességet megteremteni. Tagországi is, és most a NATO is elismerte, hogy közös képességre is természetesen van szükség, de ez elsősorban tagországi képesség, és arra is fel kell készülni. Ez is előremutató volt, hogy az Európai Unió megint egy picit előre tekint, eddigi szokásától eltérően, és nem követi csak az eseményeket, egy picit előre tekint, és volt egy szimulációs gyakorlat, amelyben azt szimuláltuk, hogy létezik, történik egy kibertámadás, és milyen lehetséges válasz lépéseket lehet erre adni. Ami azért fontos, mert az bizonyítja, hogy az országok igen komolyan gondolkoznak azon, és foglalkoznak azzal, hogy ilyen esetben mit tegyenek, ugye ez a számítógépekben rejtetten zajlik. Ez csak egy, ez a válaszreakciók és a lehetséges válaszok szimulációja. Tehát különböző kibereseményeket kaptunk készen, az enyhétől a kicsit komolyabbig, amikor teljes bénultságot okozhat adott esetben a számítógépeket megtámadó vírus, és ugye azért nagyon nehéz védekezni ellen, gondolom, én nem értek ilyen mélyen a számítógépekben történő dolgokhoz, mert ugye nem látjuk. Tehát a hadseregek ahhoz vannak szokva, hogy azért katonák, haditechnikai eszközök, látható valamik állnak szemben, amelyek ellen védekezni kell, vagy amelyek ellen harcolni kell. Itt ez nem történik, és nem így történik. És hogy milyen lehetséges válaszlépéseket tud tenni adott esetben egy ország. Ez nem azt jelenti, hogy most valamilyen döntés született ezeken az informális védelmi miniszterek tanácskozásokban, egyébként sem az a cél, hogy egy konkrét döntést szülessen egy-egy témában, csak az annak a fél évnek, annak az elnökségnek ez egy fő témája, hát ez egy első lépés, hogy akár külön országonként, akár talán, mint az Európai Unió, és mivel Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára is jelen volt a tanácskozáson, milyen közös EU
európai nő és esetlegesen NATO együttműködés lehetséges válaszlépésként. De akkor mondhatjuk azt, hogy azért a stratégiai célok között mindenképpen előkelő helyen szerepel, hiszen azért szerepelt ez a konferencián és a fókuszban. Mint lehetséges veszéllyel ezzel mindenképpen a jövőben számolni kell. És akkor mikor lesz folytatás? Hát a következő fél évben, és mivel Észtország és Tallinn, ezért nagyon fontos része volt ennek a látogatásnak a találkozása magyar katonákkal. Meglátogatta őket? Igen, a visegrádi négyek kezdeményezésére 3 hónapos szolgálatokat töltik Észtországban. Ugye a visegrádi négyek azt vállalták, azt döntötték 2016-ban, hogy egy éven keresztül 4x3 hónapot a Baltikumban szolgálunk a megerősítő intézkedések részeként, szolidaritást vállalva a balti országokkal, hiszen ők másfajta biztonsági fenyegetéssel, veszéllyel néznek szembe, és nagyon-nagyon jó volt látni és hallani, hogy a magyar katonák itt is kiválóan szolgálnak, bárhova megyünk a világban, és bárkivel beszélünk, aki magyar katonákkal együtt szolgál, bármelyik misszión, mint egy 1000 magyar katona szolgál különböző ENSZ, EU és NATO misszióban a világban, mindig csak felsőfokon beszélnek a magyarok teljesítményéről, és visszavárják őket. Ugye Baltikumban voltunk már a Gripennekkel is, légtérrendészeti feladatokat láttunk be 2016-ban. Az bizonyos, hogy visszamegyünk 2019-ben újabb 4 hónapra. Az még egy nyitott kérdés, hogy melyik balti országban lesz a támaszpont. Az észtek nagyon-nagyon szeretnék, hogyha az ő országuk lenne, az természetesen nem a mi döntésünk, hanem ez egy NATO művelet, NATO misszió, ez egy közös NATO döntés, de mi nyitottak vagyunk, és pozitívan állunk hozzá, hogy Észtországban teljesítsük ezt a feladatot. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a meghívást. Nézőknek pedig köszönöm a figyelmüket, Esti Mérleggel természetesen holnap is várjuk Önöket itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!